Kellene kis kertbőtermű. Nagy tél köszöntött Palócföldre 2013-ban. Ültetünk bele mindent, amit lehet majd. Krumpli, kumplit, babot, lé, kukoricot, mindent ültetek, ha bírok. Mindent. Borsunk, meg paprika, paradicskót, meg mit? Petrezselyme. Zöldséget. Én aztán ostam, aztán a kiskertet, én is ostam. Itt van, ott van a zöldség, ott maradt. Hát a kertünkben, meg a többi. Filmünk főszereplői a konyhakerti növények és a Rimóci nagy tudású öregek. Terka néni 404 szögölnyi kertet művel. Hát igen, ma gondolatban megvan, hogy lesz. Nem azt mondom, hogy még a tél derika van. Abba felébe akarok most kukoricát, mert ebbe krumpli volt, ebbe felébe. Most akkor itt lesz kukoricát, ebbe lesz krumpli egy darabig. De utána erre felfelé zöldség, fehérép, a sarka, minden karfiol, erre az lesz. Majd itt a végén meg paradicsom szokott lenni, egy darabba meg paprika. Így gondoltam, hogy lesz. Magokat nem vetek, mert még van egy tarisznyóval, úgyhogy az ma nem lesz. Még sok munka is van vele. Ezt szándékoztam, vagy így gondoltam, hogy majd így ezeket teszek bele. Na, mert még zöld babot, még saras babnak is. Elemér a magashegyi úton a domboldalban gazdálkodik. Ez most szét fog omlani, felmelegszik, akkor kapával szét lehet izélni. Ha még nem is jön ez a nagy gép boronolni kell, kapával ez szétomlik magától. Na most. Azért jó őszkor felszantatni mindig, hogy kifagyjon belőle ezek a gyökek, fűzik, pernye, akkor tiszta marad. Bablena Feri bácsiék portája a patakparton áll. Bár kint még erős a hideg, ők már bent tervezgetnek a vetésforgó szabályai szerint. Mielőtt még hozzá nem fogtok a tüzet, még jó van, meg hogy legyen jó meleg nektek. Ide lesznek majd a hagymások. Itt lesz a krumplifőd. Akkor itt még lesz két vagy három sor uborkafőd. Innentől felfele pedig mák. Ez mák lesz mind. De hogy megkezdhessük a kerti munkákat, előbb el kell űzni a telet. Mert farsang idején a tél sötét erői még a kertek alatt járnak. Soha nem volt olyan, hogy nem volt ültetve a kertbe. Így van, fiam. Még nem volt úgy. Igaz. Gondozóház asszonyai is mindent megtesznek, hogy elűzzék a gonosz erőket. De hiába minden igyekezett, 2013-ban a tél újult erővel támad, még nagyobb hideggel és még nagyobb hóval. De mi sem adjuk fel a harcot.
régi jó szokást tartják az iskolában is. Még itt is rátesznek egy kicsit a lányok. Mire kigyakorolják, csak meg lesz ennek is a hatása. A vizek áradása végre meghozza a tavaszi munkákat is. Idén a gyerekek egy új iskolakertet fognak művelni. Készülniük kell. Először megismerkednek a talajfajtákkal. Tehát megkülönböztetünk humuszos talajt, agyagos talajt és homokos talajt. Ám a tavaszi munkákhoz a földet már ősszel elő kell készíteni. ...2012 őszén Rimócon Virág Laci az önkormányzat traktorával 20 olyan kertet szántott fel, amiket rég nem műveltek már. Szükséges őszi talaj előkészítés, az ásás vagy szántás és a trágyázás. Gábor is rászánta magát, pedig már nem fiatal. Elég volt ezt felásni mindig kézi ásóval, ilyen talajba. Hát, ilyen agyagos véle ez a talaj. Mama van 10 éve nem volt felásva. Kellem él akkor, hogy legyen? Itt legyen a vége. Itt legyen a vége, és akkor össze vagy szétszólt? Össze. Jó. Csak össze. Jó, és akkor ott a végeig. Igen. Jó. Földet szétfele forgatjuk, vagy összefele forgatjuk az ekével. Tehát az vagy középről kell kezdeni a szántást, és akkor összefele fordítom, és akkor a két szélén van a barazda, vagy szétszántom, és akkor széléről megyek, jövök, és akkor középen lesz a barazda. Ha mindig összefele szántok, akkor pupos lesz a föld. Ha mindig szét, akkor meg teknős lesz a föld. És akkor egy évben összefele szoktunk szántani, következő évben szétfele. És akkor mindig egyenesre marad a talaj. Így, ez így élet. Hát addig, ameddig majd be tudok jönni, mert azért nekem kell hely, hogy megfordulni. De majd megpróbálom minél jobban. Hát most abban az oldalba krumplit akarok benne. Végig. Ide meg lesz majd. Megpróbálod a krumplit? Persze, megpróbálom abban. Majd ki tapasztalod, meg, hogy melyik nem terem a krumpli. Ne legyen benne krumpli. Abban most annyi bogár, mert minden lesz, én azt fölforgatom, hogy abban neked krumpli nem lesz. Mindenek fogja rágni. Tegyél ide krumplit, abban meg tegyél kukoricát, vagy valami olyat, amit még most kapálással kiírtod belőle a gyomot, meg bogarak eltűnnek. Akkor ebbe az oldalba teszek krumplit. Vagy zöldség is jobban elmegy abba. Ebbe. Igen, az is jobban elmegy. Báb, zöldség, van, ezek, paprika, minden ilyen. A paprika, báb, ilyenek minden jó, mert annak csak kicsi gyökere van, azt nem bántja a bogár. Tehát a krumplit meg megfúrja, megrágja. Úgy szoktuk régen, hogy nem használunk, tehát nem teszünk bele kultúrát. Tehát most meg lenne szántva, tavaszkor el lenne boronálva, vagy dolgozva, utána még egyszer megszántani, még egyszer elboronálni, és akkor lehetne majd a következő évben rendes termőtalajt belőle kialakítani. Majd nem bírok tőle menekülni sehova.
Jó lesz ez. Azt csinálok, akkor ebben lesz a borsó, paradicsom, báb, meg minden. Az abban meg akkor teszem a krumplit, abban az oldalon. Minden, hagyma mindent. Ha. Bablana Feri bácsit az első igazi napsütés már kint találja a kertben. Megkezdődik a tavaszi talajelőkészítés. Ahol hagyományos gazdaság működik, ott nem gond a trágya beszerzése. Csak hátra kell menni érte a tyúkolhoz. Ilyenkor jobb villával ásni, villával beforgatni a trágyát, mert porhanyósabb lesz tőle a talaj. Az iskola kerti veteményezéshez is el kell már ültetni palánta pohárba a magokat. Sárga répa. Paradicsom. Nem paradicsom, répa. Nekem mi paradicsom, a répa. Összekavarta. Répa meg paradicsom. De ezt úgy jó, hogy paradicska, nem? De ne tudom. Úgy mi? Vörös hagyma. A biokertészek úgy tartják, hogy a hosszú tél alatt az acskóban meghúzódó magvakat ültetés előtt egy kicsit meg kell melengetni a tenyerünkben. Energetizálni kell őket. Retek. Saláta. Én nem tudom, mi ez. Ez az. Ebből korai karfiol keletkezik ki. Mi tudom, hogy mi lehet. Kapor.